A jelenlegi számítások alapján nagyjából 450-500 ezer tonna almával számol idén az Agrárkamara országos szinten. De nem csak hazánkban, Európa más országaiban is lényegesen kevesebb a termésmennyiség az előző évhez képest. Magyarországon egyébként az átlaga 600 ezer tonna volt az elmúlt 10 évben. Volt olyan év, amikor csekélynek számító, 300 ezer tonna volt a gyümölcs. Tavaly azonban kiemelkedő mennyiséget, mintegy 900 ezer tonnát tudtak betakarítani. Az árak azonban nem jelzik a hiányt, a szezon ebben az évben is értékesítési problémákkal indul, közölte Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke. A léalma áráról még csak egy feldolgozó üzem döntött, ott kilogrammonként 28 forintot fizetnek a gazdáknak a gyümölcsért. A többihez képest olyan korrekt, hogy szeptember 16-án, amilyen ár ki fog alakulni, az, aki 21-én, augusztus 21-én fog a cég kinyitni, amit akkor beszállítanak, és ha árkülönbözet lép fel, akkor a szeptember 16-ai árra kiegészítik azt is, amit augusztus 21-én adnak le. A többi cég pedig nem is nagyon kötött szerződést, nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, illetve olyan árképlet van, amiből nem tudjuk kibogozni, hogy milyen árat is akar tartalmazni az Agronos Juice-nak, olyan kikötései vannak, egyik variációja, hogy majd minden hétvégén a Lengyelországban kialkudott ár, de Lengyelországnak melyik részén alakul ki az ár, illetve Lengyelországban később kezdődik a betakarítás két héttel, akkor a mi almánknak milyen ára lesz, szóval nagy a bizonytalanság. Az étkezési alma vonatkozásában pedig az a probléma, hogy a hűtőházakból nem fogyott el a tavalyi termés, azonban Magyarországon az idei korai alma már ott van. Így ezek úgymond versenyeznek egymással, ami rontja az árakat. Ennek köszönhető, hogy kilogrammonként körülbelül 100 forintért vagy még kevesebbért tudják a gazdák értékesíteni a gyümölcsöt. A továbbiakban is csak hiányzik egy olyan feldolgozó üzem, és nem is biztos, hogy a léhalma feldolgozást kell erősíteni, hanem az étkezésiből mondjuk a 100 forintos alma után, ha valami ágnyomot, vagy esetleg a szedésnél kis sérülést szenved el, ez a gyümölcs a 100 forintból átesik a 28 forintos léhalma árba, és ide közé kellene egy olyan feldolgozás, ami egy 50-60 forintos árral, aszalványt, vagy szeletelve, vagy ehhez hasonló dolgokra gondolunk, hogy mindenképpen az étkezési alma ne egy ilyen apró hiba miatt is már a léalmába kössön ki, hanem értékesítve egy magasabb áron kerüljön a piacra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 24 ezer hektáron termelnek almát a gazdák, így a gyümölcs szempontjából ez számít a legmeghatározóbb térségnek hazánkban. A tavaszi fagyok után felmérték a megyében is a termést, akkor azt jósolták a szakemberek, hogy közepes mennyiség lesz a fákon. Most azonban még ettől is kisebb mennyiséggel számolnak.